Nos, üdvözlök mindenkit! Ez, amit most néztek, a Duskborn ünnepi szezonjának első különkiadásos videója. Ebben a videóban arról lesz szó, hogy mégis hogyan, milyen kulturális események vezettek a mai karácsony kialakulásához. Szerintem nincsen olyan ember Európában, aki ne lenne kapcsolatban ilyenkor ezzel az ünneppel, úgy értem egész december alatt, és van, aki már november alatt is. Azonban ez az ünnep kicsit máshogy ered, mint ahogyan azt sokan hiszik, vagy sokan gondolják. És habár a kereszténység hagyományosan második legfontosabb ünnepe, egyáltalán nem keresztény eredete van. Először is, nem árt emlékezni arra, hogy mikor is van a karácsony. A legtöbb régi nép mindig is tartott ünnepeket az év ezen részében. Úgy értem, a mai időszámítás szerinti decemberek végén. Ennek pedig csillagászati oka van. Sok ünnep épült ugyanis a téli napforduló köré, ami december 21-ére esik. Ilyenkor nagyon sok különféle isten tiszteltek. A régi skandináv népeknek, a görögöknek, a rómaiaknak, az egyiptomiaknak, a balti területek népeinek és mindenféle ázsiai országnak is megvoltak a maguk téli napfordulós ünnepei. Mivel Európában vagyunk, számunkra most az ókori Róma ünnepei talán a legfontosabbak. Ne felejtsük el, hogy ez az állam tette hivatalossá először a kereszténységet, de mikor bevezették az akkor még új vallást, rengeteg más ünnep volt a pogány szokásokhoz kötődően, amiket a keresztény egyház nyilván el akart tüntetni. Egy ilyen ünnep volt a Szaturnália, melyet Szaturnusz istennek, az aratás, a termés és a földművelés istenének tartottak. Ez jó római szokásokhoz híven sokszor több napig tartó ünneplést jelentett, amikor a szabad polgárok addig és annyit ittak, amennyit és ameddig csak tudtak, de néhány feljegyzés szerint a rabszolgáknak sem volt túl rossz ilyenkor. Minden esetre ez egy hatalmas ünnep volt, amit mindenki tisztelt, de nem volt keresztény, így az egyháznak érthető okokból nem tetszett. Jézus pontos születési dátuma a mai napig ismeretlen, ahogyan azt valószínűleg sokan tudjátok, és minden bizonnyal örökké úgy is fog maradni. Mivel akkoriban az időszámítás igencsak kacifántos mulatság volt, és sokszor a születésnapokat nem is jegyezték fel, simán lehet, hogy a megváltó születésnapjának pontos dátumát még az ő élete alatt sem ismerték. A korai egyház tehát összekötötte a kellemeset a hasznossal, hiszen nem volt más választásuk. Mivel nem volt ismert a megváltó pontos születési dátuma, kitalálták, hogy legyen pont akkor, mint a Szaturnália, és hát, mivel a kereszténység felsőbbrendű volt, nem Szaturnusz istent, hanem Jézust kellett ünnepelni. Így lett a karácsony a téli napforduló idejére téve. Sokáig az ünnep ide-oda vándorolt napról napra, de a középkor vége felé és a korai újkorra már eléggé szépen egységesítették december 25-e és 26-a napjaira. Annyit még azért hozzá kell tenni, hogy amíg nem volt mindenhol otthon naptár és nem voltak annyira szigorúak az időszámítási dolgok, úgy értem, amíg mondjuk a királyi udvarokban szépen számolták az időt meg a szabad királyi városokban is, de a parasztoknál, jobbágyoknál és sima hétköznapi embereknél nem, addig nyilván nem tudták konkrétan pontosan tartani a karácsonyt. Minden esetre az újkorban lett szokás ezek mellett a Szentestén történő ajándékozás is. Én, mivel sokak felháborodására nem tartom a hagyományosan keresztény szokásokat, ilyenkor egészen más dolgokat ünneplek saját magam, ne tessék elítélni az egész családomat, ez csak rám vonatkozik. Minden esetre, arról most nem lesz szó, azt majd egy következő videóban szeretném tisztázni. De nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, mindenkinek jó ünneplést és boldog karácsonyt kívánok, én Darkest voltam, sziasztok!